lányom című gyerekdallal fogunk foglalkozni. Nem lesz nehéz, a jobb keze marad egy helyben, tehát ahol elkezdjük a darabot, ott marad. A bal kéz fog egy icipicit vándorolni, de egyáltalán nem lesz nehéz. Kérlek, állítsd be te is a metronómodat 72-esre. Ezen a tempó fogunk játszani, ezek lesznek a titik. Gyakoroljuk a jobb kezet. A kiinduló hangunk egy kék hang, egy E hang. Ezzel próbáljuk eljátszani, indítsuk le a metronómot 72-es tempón. Tehát, egy, két, rajta. Figyeljünk, hogy fél hang van a darabban. Játsszuk el a darabunknak a bal kezét is, ez ötös ujjal az alsó E, az alsó kék, fekete, pöttyös hangon fogjuk indítani, jó? Figyeljünk, hogy félkották is vannak benne, negyedek is, titik, jó? Ez szerint próbáljunk játszani. Jó, figyeljünk, hogy fél hang jön a negyedik ujjunkra, és az első sorban semmi extra nem lesz, de a második sorban már kicsit vándorolni fogunk, nagyobbat lépni, átlépni, meglátjuk. Nézzük az első sorát a darabnak. Egy, két, rajta. Nagyobbat lépünk, fel a feketéig, hármas ujjal követjük. És figyeljünk, mert most tenyerünk alatt egyes ujjal átvesszük a következő hangot. Tehát a két csavar volt a dologban, az egyik, amikor ugye nagyobbat kellett léptünk a kék hangról, nem a citromra érkezett a kezünk, ahova érkezne az ujjunk, hanem följebb kellett lépni egyel. Ezt egy piros nyíl mutatja a kottában, majd amikor lefele vándoroltunk innen, át kellett a tenyér alatt venni a következő hangot. Tehát négyig tartott az egyes ujj, négy ütésig a kettes, és utána az egyes ujjal vettük át a funkciót. Nézzük akkor onnan a darabot, hogy második sor, harmadik ütem. Rajta. Átlépünk a tenyerünk alatt. Szuper! Gyakoroljátok ezt a részt többször is. Nézzük, hogyan szól az első két ütem két kézzel. Rajta. Bal kézzel indul mindjárt fölfele, még egyet föllép. Tükörjáték következik, majd párhuzamos lefele, és a gyűrűs ujj tovább viszi a dallamot, míg visszaérkezünk a kiinduló hangra. És másodszor teljesen a harmadik és negyedik ütemben ugyanezt megismételjük. Tehát akkor az első részt lássuk egybe. Rajta. Bal kéz fölfele jön. Még egyet. Tükörmozgás. Lefele megyünk. Gyűrű.
sűrű súly tovább lép, ugyanez még egyszer. Tükörjáték. Párhuzamos. És a második sor kezdetéhez értünk. Lássuk a második sor bal kezét először újra emlékeztetőül, tehát rajta négyet ütünk, mert lyukas fejük, öttek, egy, két, há, négy, nagyot lépünk, egy, két, há, négy, egy, két, há, négy, egy, két, há, négy, egy, két, há, négy, és most tenyér alatt fogunk átmenni, hogy egy, lesétálunk. Ezzel lesz vége. A második sor a következőképpen néz ki. Nagy lépéssel indítunk. Rajta. Hármas új. Kettes. És átlépünk a tenyerünk alatt. Majd lesétálunk a bal kézzel. Miután a második sort is kigyakoroltuk, próbáljuk meg összerakni a darabot az elejétől a végéig. Lássuk. Rajta. Ugye nem volt nehéz? Jó gyakorlást kívánok!